Megint feltöltött egy új filmpresszió videót. Jóságos ég. Most rögtön 11 ezer embert felébreszteni. Rendben. Csuhak! Játssza le a felvétel! Mi ez a szar? Mik ezek a gagyi kritikák? Nekem tökre tetszem. Ugyan már egy akásszal kapcsolt ki. Szevasztok! Beszéljünk végre az Armageddonról. Ez rossz ötlet. 1998 két szenzációt is tartogatott számunkra. Az egyik a franciák világbajnoki címe. A másik pedig az Armageddon. Armageddon. Mindkettő sokkolt. Azt kell mondjam, hogy egy tizenéves gyereknek ez a kettő sok egyszerre. A filmet az a Michael Bay rendezte, akinek az Armageddon előtt volt két meglehetősen igénytelen, de teljesen vállalható filmje, a Bad Boys és a Szikla, amelyek ugyan teljességgel gicsesek és ízléstelenek voltak, de agymosó akciófilmként kiválóan megállták a helyüket. A harmadik filmje az Armageddon forgatása során azonban valami eltörhetett Michael Baynél, mert ami ezután következett, az a legnagyobb jó indulattal is csak akkor nevezhető életműnek, ha egy marék szarról elfogadjuk, hogy az valójában arany. Az Armageddon rendkívüli módon hasonlít a Függetlenség napja című Roland Emmerich gagyira, mind a sztori hitelessége, mind a megvalósítás hazafias pátoszba mártott ízléstelensége, mind a teljesen felháborító karakterek tekintetében, de abban is teljes párhuzam van a két mozi között, amit bennünk filmnéző gyermekekben kiváltani képes, teljes lenyűgözöttség és tátott szájú elámulással töltött féktelen szórakozás. Előre kell tehát bocsátanom, hogy imádom az Armageddont, miközben egy hatalmas nagyrakás szarnak is tartom egyúttal, szóval ezzel a szájízzel leszek kénytelen górcső alá venni ezt a gicses, ízig-vérig amerikai agymenést, amelyből jobban hiányzik az igényesség, mint az egyetemi napokon gatyájába rottyantott szégyenteljes önmagamból a méltóság, ugyanakkor van egy jelenete a filmnek, amelytől be kell valljam, mindig visszatarthatatlanul elsírom magam. Hiába én sem értem, olyan pavlovi reflex ez, mint a fegyencjáratban, amikor Pó átadja a piszkos nyuszit a kislánynak. De mielőtt tovább pattognánk ide-oda a témákban, lássuk spoileresen a filmet. Egy meteorraj csap le Amerikára, és kizárólag az amerikaiak észlelik a jelenséget, és kizárólag ők ötletelnek a világ pusztulásának elkerülését biztosító terven. Közben egy olajfúró telepen Harry bizonygatja, hogy az olajipar nem is olyan gáz, és lövöldözni kezd a jövőbeni Batmanre, azaz Ben Affleckre. Batman Fleck. Mert az összefeküdt a lányával. A NASA-ban közben kiokoskodják, hogy fúrni kell egy baszom nagy lyukat a meteor közepébe, beletenni egy baszom nagy atombombát, és az így ketté szakadó meteor majd pont elkerüli a Földet, ha mindez egy kritikus időpillanat előtt végbe tud menni. Ekkora marhaságot is régen találtak ki, de nem is csoda, mivel Michael Bay éppen egy NASA tudósként kameózik a filmben. Bármelyik karaktert magára ölthette volna a tudományos tényekkel, mint például, hogy az űrben nincs hatalmas lángokkal és óriási hanghatással végbe menő robbanás, folytonosan szembe menő Michael B, de ő NASA tudós akart lenni. Harryéket el is viszik helikopterrel, elmondják nekik, hogy mekkora a gáz, és hogy ki kéne képezni az űrhajósokat fúrásra. Harry nagy nehezen vállalja a küldetést, de csak ha a saját embereivel mehet, ami aztán teljesen ökörségbe fordítja az amúgy is gyenge forgatókönyvet. Michael Baytől egyébként sem áll távol, hogy önellentmondásokba keveredjen. Ez rossz ötlet. Nem magát kérdeztem. Ő dr. Ronald Quincy, a kutatási osztály feje, a legokosabb ember a Földön, talán érdemes hallgatni rá. Erről van szó, igaz? Az űrben nem érvényesek a szabadalmak. Hallgasson Quincy! De itt aztán végképp elborul a dolog, hiszen nem elég, hogy évtizedes kiképzésű asztronauták helyett olajfúrókat akarnak kiképezni, de miután elvégeztek rajtuk egy rakás orvosi, IQ és pszichológiai tesztet, Truman kijelenti, hogy fizikailag túl fogják élni az utazást? Itt most csak erre vagyok kíváncsi. Akkor mire volt jó ez az egész cirkusz? A csapatnak bemutatják a tervet részletesen, miszerint két darabra szakad majd az aszteroida, ami teljességgel bizonytalan, sokkal inkább valószínű, hogy mondjuk 50 darabra foszlik, melyek egyenként is ugyanolyan veszélyesek lennének, mint egyben.
Így aztán beindul a búcsúzkodás, Affleck elrejt egy kis kajavésztartalékot a csaj bugyjában, hát ha jó lesz az apokalipszis után, Chick meg az elvált feleségéhez és rég nem látott fiához látogat el búcsúzkodni, és emberek, itt jön a jelenet, amitől spontán elbőgöm magam. Éppen erre jártam. Azért jöttem, hogy... Ki ez a bácsi? Csak egy ügynök. Bemennél, drágám? Mondjuk attól, amit Buscemiék csinálnak, már nem sírni támad kedvem. Aztán persze lecsapnak a meteorok más, elmaradott országokra is, majd az elnök bejelenti, hogy közeleg a vég, és persze kimondja a film címét. A Föld legsúlyosabb kihívásával nézünk szembe. A Biblia e napot Armageddonnak hívja. Basszus, ennél csak az a jobb, amikor egy filmben kimondják a film címét. Csak úgy győzhetem le a gonoszt, ha én leszek Superman 4, a sötétség hatalma. Az Armageddon kifejezés a köznyelvben a világ végét, a végítéletet jelenti, azonban valójában egy helyszínről van szó, mely bizony a valóságban is létezett. A mai Izrael területén található Megiddó hegy, vagyis héberül Har Megiddó szóból származik az Armageddon kifejezés, amely az Isten seregei és az Antikrisztus közötti végső összecsapás helyszínét jelölte, tehát nem egy napról, vagy magáról a világ végéről van szó, hanem a világ végéhez vezető végső összecsapás helyszíne ez. Aztán fellövik a két rakétát, persze a valóságban sosem indítanának két űrhajót ilyen közel egymáshoz, de B is el volt kicsit keveredve, mert először megmutatja, hogy a két masina űrhajósai egyazon lifttel mennek fel a két rakétához, utána meg látjuk, hogy egymástól több száz méterre indulnak. Az egész ügy hatalmas amerikai zászlók között zajlik természetesen, aztán becsatlakoznak a Mir űrállomásra, de mivel az orosz, tehát szar, ezért fel is robban, és a barátok éppen csak meg tudnak menekülni. Újabb marhaság persze, hogy kizárólag hátsó hajtóművekkel kanyarmanővereket hajtsanak végre az űrben, de ebbe már bele sem mennék, hiszen végre egy egész hihető jelenet következik, mégpedig az, hogy hiba csúszik a tervbe, és nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elgondolták, az egyik űrhajó lezuhan. Aztán persze csinos lángokkal ég a légüres térben, de mindegy is. Afflekék szétlövik az űrhajó oldalát. Mi így intézzük a dolgokat. Hogy került oda egy ilyen fegyver, azt nem tudom. Harryék meg fúrnak, mint a veszedelem, de az aszteroida nagyon kemény dió, és persze közben a gonosz földiek még rájuk is indítják az atom visszaszámlálást. Visszaszámlálás. A csávók hatástalanítják a bombát, így fúrhatnak tovább, és itt pár percre Michael Bay elveszthette megint a kontrollt, mert néha hat a csávókra a súlytalanság, néha meg úgy dobálják a csöveket, mint egy kőbányai építkezésen. Fegyverekkel lövöldöznek össze-vissza, a dagacstrácot elveszítjük, és vele együtt a fúrógépet is, így be kell jelenteniük, hogy a fúrásnak húgyoztak. Ekkor érkezik Affleck és a másik csapat, így újraéled a terv, de az aszteroidán ébredő aszteroida eső, igen, Michael Bay, megrongálja a bomba távkapcsolóját, ezért valakinek fel kell áldoznia magát, és ott kell maradnia. Egyedül bulizni. Truman teljes nyugalommal közli odalent, hogy erre mindössze 18 percük maradt, úgyhogy a csávók sorsot húznak. A pilóta valahonnan az anyja valagából előhúz 6 különböző színű méretre vágott vezetékdarabot, ez simán belefér a 18 percbe. Affleck húzza a rövidebbet, de Harry az utolsó pillanatban a helyére lép, aztán elbúcsúzik a lányától Skype-on, ez simán belefér a 18 percbe. Na jó lesz már! Aztán Harry már robbantaná is a bombákat, de az űrrepülő lefullad, kiderül ugyanis, hogy a kapitány létfontosságú vezetékeket vágott szét a sorsózáshoz. Na jó, nem. Valójában csak jól oda kell baszni neki egyet villáskulccsal, és már mennek is hazafelé. Harry végig vonalban marad a detonációi, és végül lenyomja a gombot. Otthon aztán hősként térnek haza a túlélők, Afflekhez rohan a csaja, Picket pedig a kisfia várja. Nos, ahogy említettem, ezt a filmet nem lehet komolyan venni, de igazából szívből gyűlölni sem lehet. Messze nem tartozik Bruce Willis legjobb filmjei közé, a csávó Arany Málna díjat nyert az alakításért, de messze az egyik legjobb Michael Bay film, márha egyáltalán létezik ilyen. Az ismert tudományos vagy féltudományos tényeknek teljesen ellentmondó, gicses hazafiaskodással és pátoszos ripacskodással operáló, folytonos robbanásokkal teretűzdelt film ez, amely minden hibája ellenére szórakoztató és látványos, gyerekfejjel nézve pedig még megható is.
Ha, ha, ha.